A méh családok jól teleltek Baranyában, köszönhetően az időjárásnak. A megye méhészei már javában dolgoznak. Az idei évben a méh családok viszonylag jól teleltek, köszönhetően annak, hogy szinte azt lehet mondani, hogy október végétől egészen december végéig volt egy olyan hideg hullám, amikor is a méhek nem tudtak repülni, nem tudtak mozogni, és ez mindenféleképpen jó, mert hogyha nincs mit tenni, ugye, és csak folyamatosan, csak fölöslegesen repül a méh, akkor is kopik és rövidül az élettartama. December végén volt egy felmelegedés, a felmelegedést követően ismételten lehűlés, és aztán pedig egy egyenletes, szép, lassú tavaszi melegedésnek következményeként a méhek jól teleltek. Természetesen nem azt jelenti, hogy mindenhol, mert azért voltak családveszteségek szokásos atka és nozéma okok miatt, de összességében azt lehet mondani, hogy a megye méhállománya az 10% alatti méhveszteséget ért el, és ez szerintem jónak mondható. A télvégi időjárást azonban megsínylették a növények. Kora tavasz, sajnos nagyon kevés csapadék hullott a tél folyamán. Március végéig 38 mm-t mértünk, ami nagyon kevés téli viszonylatban, és hát ezt a növényzet is megsínylette. Később indult meg a növényeknek egy picivel ennek következtében később indult meg a növényeknek a fejlődése. Viszont az áprilisi hónapban 70 mm fölötti csapadék mennyiség érkezett, úgyhogy ez a virágzás előtt álló repcéknek nagyon, nagyon jót tett. Ami aztán megmutatkozott így a nektár termelésben is. Most jelen pillanatban ott tartunk, hogy megkezdődtek a repce pergetések, a repcemész pergetések, és előre láthatólag az akác is már szépen hozza virágot. Évek óta idén először elenyésző fagykárok keletkeztek, baranyafagy zugos pontjain tapasztaltak ilyen jelenséget a szakemberek. Nagyon örülünk annak, hogy az elmúlt évekhez képest az idejében nem volt jelentősebb fagykárunk, hiszen az elmúlt három évben, és főleg a tavaly évben igen jelentős fagy érte a megyét, amikor is a gyümölcsökben is, illetve hát ugye az akázban is, mint egy igen fagyérzékeny növény, jelentős fagykárok keletkeztek. Eddig tulajdonképpen azt tudjuk mondani, hogy fagyás szempontjából csak a megye fagyzugos területein vannak fagykárok, ahol mikor voltak ezek a lehűlések így a április hónap eleje, március hónap végén, akkor -4 fokokat mértek a méhész kollégák, illetve mértünk. Tehát ott van egy minimális fagykár. Összességében azt lehet mondani, hogy az akácot idén nagyon csekély mértékben érintette a fagy, úgyhogy minden adott ahhoz eddig, hogy jó termésre számolhatunk, ha csak ugye az időjárás még a virágzás alatt nem szól közben. Jelenleg egyébként az alma és a birsfák virágoznak, de hamarosan az akácmézet is megkóstolhatja a lakosság. Május közepére várható ugyanis az akác virágzása. Több helyen egyébként már most végeznek növényvédelmi kezeléseket. Fontos azonban, hogy a gazdálkodók a repcénél csak engedélyezett növényvédőszereket használjanak. Ha a virágzó repcetábla melletti búzát rovarölőszerrel kell kezelni, akkor tartsák be a védőtávolságot, illetve alkalmazzák a méhkímélő technológiát, tehát csak napnyugta előtt 1 órával kezdjék meg a permetezést, hogy még véletlenül se érje kár a beporzó rovarokat.